A hagyományoknak megfelelően idén is ünnepi testületi ülés keretében adták át az önkormányzat által odaítélt elismeréseket szombaton délelőtt. Tolna városért kitüntető díjat idén Marácziné Kovács Mária, pénzügyi szakember, a helyi egyesületek és alapítványok segítője, valamint Kovácsné Füri Margit, a tolnai Caritas csoport leköszönő vezetője vehette át. Nagyon-nagyon jó érzés, egy megkönnyebbülés. Azért, hogy amiért küzdöttem, annak lett eredménye. És tulajdonképpen az, hogy ezt a várostól kapom, Tolnától, ami végül is nekem nagyon-nagyon sokat jelentett minden, és a Caritas csoport felterjesztésére, akik olyan közösséget adnak nekem a mai napig is. Appelszofer Ágnes, a város polgármestere arról beszélt, a közösség számára fontos, hogy évről évre elismerjék azokat, akik az átlagosnál többet tesznek Tolnáért. Vannak olyanok, akik önzetlenül tesznek azokért, akiknek arra szükségük van. Mindamellett pedig hát nyilván nem csak ezeket az embereket díjaztuk, hanem pedagógusokat és sportszervezetvezetőt. Tehát én azt remélem, hogy még sok alkalmunk lesz velük is és másokkal is együtt ünnepelni a Városnapját. A Városnapi rendezvény délután szórakoztató programokkal folytatódott a Hősök terén. A Városháza előtt felállított színpadon először a helyi csoportok mutatták meg magukat, ez alatt a gyerekeknek többek között arcfestéssel, szabadtéri játékokkal és vidámparkkal készültek a szervezők. Nézni a koncertet, játszani, venni valamit. A program minden évben nagy népszerűségnek örvend a településen. A Városnapját mindig megünnepeljük, nem hagyjuk ki. Nagyon szeretünk itt lenni, mert itt látjuk a civil szervezeteket fellépni, akiknek szinte, úgy mondjam, ez az egy fellépési lehetőségük van egész évben, és azért készülnek rá, meg szeretik csinálni, és nagyon örülünk, hogy itt vannak, és szívesen látjuk őket, hogy milyen ügyesek és hogy fejlődnek. A rendezvénynek minden évben fontos szerepe van, mondja az alpolgármester, hiszen ilyenkor májusban Tolna várossá nyilvánítását ünneplik meg. Azt mondhatjuk ugye, hogy 18. században a betelepültek, a visszatelepültek rohamosan újjáépítették a települést, és egy dinamikusan fejlődő város alakult ki. Hát ugye Tolnán, illetve Mözsön, hiszen korábban két településről beszélünk, Tolnáról és Mözsre, és ugye egyesülésükkel egy 11-11.500 fős város alakult ki. Kora este a 2000-es évek slágergyárosai a Unique adott nagy sikerű koncertet a Hősök terén. Előttük a helyi kötődési partvis és az Alice Cabrez Band is fellépett, a program sorozatot pedig a Dunarock Akusztik zárta. Talán csak megszokásból indultam tovább.